Szakadt kint az eső, itt a rossz idő, mit fog csinálni a kertészeti tartalomgyártó egészen tavaszig? A következő tavaszra, az előző év őszén kell felkészülni, rengeteg munka van még a kertben, egészen november elejéig, hiszen bontani kell a veteményest, és utána rögtön jönnek azok a zöldségek, amik bírják a hidegebb időszakot, mint például a saláták, retkek, mindet lehet vetni, és nagyon jól tudnak még az ősz folyamán is teremni. Aztán van ám még barkácsolós program is, így az ősz elejére ilyen felnyitható fólia sátrakat szeretnék csinálni a magaságyások tetejére, így akár december végéig, az új év elejéig simán lehet termeszteni bennük. Bár reméljük nem jön egy nagyon hideg tél, mert azért ez keresztbe tudja húzni a számításaimat. És a nyár folyamán azért eléggé kimerült a föld a veteményesben, ilyenkor lehet pótolni a tápanyagot, legyen szó szervesről vagy szervetlenről, és jövő tavasszal ezzel már nem kell foglalkozni, idén össze letudjuk a problémákat, jövő tavasszal már csak indítjuk a veteményest. Ráadásul Ancsa a kedvenc gazdaboltoson megajándékozott könyvekkel is, mert tanulni mindig kell, és nem csak én fogok tanulni, hanem bizony ti is. Zöldségek betegségei és kártevői, gyümölcsök betegségei és kártevői, díszfák betegségei és kártevői, na meg a védekezés ökológiai integrált növénytermesztésben, azaz vegyszermentes módon. Már elkezdtem átrágni magam a tananyagon, és az a tervem, hogy ősz végétől, na meg egész télen sorba fogjuk venni azokat, zöldségeket, gyümölcsöket, dísznövényeket, amik vannak otthon a kertekben, nálam is és nálatok is. És egy ilyen kis gyors talpalót fogunk tartani abból, mire lehet számítani, hogyha az adott növényt ültetjük, na meg hogyan lehet megvédeni majd. Úgy, hogy nem használunk vegyszereket. Nagyon jó könyvek, rengeteg kártevő benne van, egyszerű a képek alapján felismerni őket, és ráadásul nem csak a kártevők vannak benne, hanem a különböző betegségek is. Nagyon sok üzenetet kapok, amiben képeket küldötök, hogy mi lehet egy növénynek a baja, amire én amatőrként azért nem tudok 100%-os választ adni, de most, hogy jön a tél, végre tudok olvasni, ezeket szépen fel fogom dolgozni, és a legfontosabb dolgokat át is fogom adni nektek. Aztán a veteményes mellett van még egy csomó dolog, amivel foglalkozni kell a kertben. Ilyenek például az átültetések, az új ültetések, na meg a balkolládákkal is kezdeni kell valamit, hiszen nem szabad parlagon hagyni őket, jöhet az árvácska, na meg a díszkáposzta, és olyan beültetéseket lehet csinálni, hogy még a legkeményebb téli depressziót is tudja valamennyire oldani az, hogyha ránézzünk egy szép színes balkolládára, ami egész télen virágozni fog. Ráadásul van egy nagy projektem, ami lehet, hogy át fog csúszni tavaszra, még nem tudom, mert azért eléggé munkaigényes. De megpróbálom még idén összehozni, hogy jövő tavasszal már onnan is tudjak nektek tartalmat gyártani. Szóval attól, hogy itt van a rossz idő, én nem fogok eltűnni, nagyon sok tartalomötletem van, és ráadásul jönni fognak főzős videók is. Olyan egyszerű ételek, amiket a rövid idő alatt el lehet készíteni, és pont az a lényeg bennük, hogy olyan dolgokból fognak állni, amit aztán a következő évben meg is lehet termelni akár a veteményesben. Laktató, egészséges, egyszerű ételek, amikről hétközben megnézed a videót, és hétvégén akár egy szombati ebédre simán el lehet készíteni. Így időt is lehet spórolni, jót lehet enni, és a felszabadult időben te is tudsz valami mást csinálni, akár olvasni a kertészkedésről, vagy csak simán pihenni, ami most már azért rám is rám fér. Nagyon izgalmas lesz az őszi-téli időszak, nagyon sokat fogunk tanulni, nagyon sokat fogunk főzni, és jól szórakozni is.